A napi fogyasztási cikkek értékesítésének piacán több tízezer kiskereskedelmi vállalkozás van jelen. Többségük nem tartozik egy nagy szervezethez sem, független kiskereskedőként igyekeznek érvényesülni. Az Ástopról mindannyian értesültek. Noé Katalin Katalina, Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára elmondta, hogy nagyon sok megkeresés és kérdés érkezik feléjük, igyekeznek mindenkinek segíteni, de elsősorban adtak ságot hivatottak szolgálni a rendelet maradéktalan betartását pedig természetesen ellenőrizni kell. A fogyasztóvédelmi hatóság fogja ezeket ellenőrizni, ennek a rendeletnek a betartását. Az elsődleges az, hogy ki kell rakni az üzletbejáratánál megfelelő méretben ezt, az ár, ezt a figyelmeztető ö, hirdetményt, amit szintén központilag a kormány oldalán ö, lehetett letölteni, ezt ki kell rakni az üzletre. Ezen nincsenek árak, ezen a termékek vannak, illetve az, hogy mi az időszak, tehát ugye február 1-től május 1-ig érvényes Időszakra vonatkozik ez? A következő ellenőrzési pont, hogy a szóban forgó termékekből van-e elegendő készlet az adott boltban, és megfelelő árat alkalmaz-e a kereskedő. Noybeuer Katalina rendelettel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a kormány intézkedései közül, amelyek az infláció csökkentésére irányulnak, a hatósági ár bevezetése az intézkedés csomag egyik eszköze. Az a szándék, hogy az infláció próbálják meg szinten tartani, hogy ez ne legyen túl magas, mert a magas infláció sem a lakosságnak nem jó, sem a gazdaságnak nem jó. Reméljük ténylegesen, hogy hogy beváltja majd a hozzáfűzött reményeket ez a hatósági ár intézkedés a kormányzati szándék értelmében. Mi kereskedők szeretnénk mindent megtenni, hogy ezt a feladatot jól ellássuk, de menet közben folyamatosan lesznek problémák, kihívások, tapasztalatok, ezeket majd igyekszünk korrigálni és tényleg a feladatot jól ellátni. A hatósági jár alkalmazására irányuló rendelet a kristálycukor, a finomított napraforgóétolaj, a búzafinomliszt, a házi sertéscomb, a csirkemel csirkefarhát és a 2,8%-os tehéntej esetében írja elő azt, hogy a kereskedők legfeljebb az október 15-én alkalmazott fogyasztói járon forgalmazhatják a termékeket.